Berzsenyi Dániel 1776. május 7-én született hetjén, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja jogot végzett, de csak gazdálkodott. A virágtól félrehúzódó különcapa úgy vélte, hogy előbb erősödjön meg a gyerek, s csak ezután fogható iskolai tanulmányokra. 1788 őszén került a Soproni Evangélikus Liceum előkészítő osztályába, és közel hét esztendőt töltött itt, mert összeütközésekbe került az intézet szokásaival. 1793-ban meg is szökös Sopronból, beállt katonának, de hamarosan innen is elmenekült. 1795-ben félbeszakította a diák pályáját, így nem szerzett érettségit. Sokat olvasott, beszélt latinul-németül, költő mint a képe volt. Apjával erre romlott a kapcsolata, emiatt nem is hazament, hanem Niklára a nagybátyához. 1794-ben édesanyja meghalt, de mégis visszatért Sopronba, ahol négy évig élt együtt az apjával. 1799-ben feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát. Sömény telepettek le, kiváló gazda lett. 1805-ben Kis János rajta kapta firkálgatás közben, s nyomon is küldött pár verset Kazincinak, aki lelkesedett értük. Hosszantartó levelezés után 1813-ban jelent meg az első, majd 1816. júliusában a második kötete. 1810-ben Pesten járt, és találkozott Kazinci íróbarátaival. Sok gondja volt, többek közt családi nehézségek és egészségi állapota is ingadozott. 1817-ben kölcsének a tudományos gyűjteményben egy bírálat a Berzsenyiről szólt, ami kemény volt és igazságtalan. A háttérben Kazinci állhatott, akitől teljesen elhidegült Berzsenyi. E támadás után Berzsenyi elhallgatott, nagyon kevés művet írt, és nagyban készült megtorolni a sérelmeit. Később tudományos munkálkodásba és esztétikai irodalmi tanulmányokba kezdett, tehát igyekezett pótolni műveltségének hiányait költészetét korszakolni, kategóriákra osztani alig ha lehet, voltak épp a versek pontos keletkezése sem állapítható meg. Életét most már a tudományoknak szentelte. 1830-ban az Akadémia filozófiai osztályán első vidéki rendes tagá választották. 1836. február 24-én Niklán halt meg. Kettős élete. Napközben szürke hétköznapi tisztes földbirtokos volt. Éjszaka sötétben a gyertyafénél írt, magára talált. Ő volt a magyar Horácius Horáciuszi nézeteket vallott, amely szerint ne törekedjünk a szélsőségekre, elégedjünk meg azzal, ami van, nyugodjunk bele a sorsunkba. De bersenyű műveiben nem ezt hirdette, a sorok mögött ennek a hiányát írja le, ezután is figyelhető meg.